gondolom, hogy ha nagyon beteg lenne, akkor ők is rohangálódnak hozzá, de nem nagyon beteg. No, végre. Szevasztok, srácok! Palotavároson vagyunk, családi páros horgászverseny. 30 páros gyűlt össze erre a versenyre, és szedik a halat, ha kell, ha nem. Hát ugye Palotavároson ez nem újdonság, viszont most nincsenek olyan hú, de nagyon erős csapatok. De viszont annál jobb a buli. Tessék, Tomakat éppen mert egy halat. Szevasz, Ati, szevasztok! Ali mindenkinek. Szevasz, Ati, hogy állunk? Jó. Jönnek? Jön. Az a lényeg. Hadd gyűjjön a hal. Nem tudom, jön. Jó. Hát itt tudjuk, minden dobás hal. Hát körülbelül. Nem mindegyik van meg. Hát, az benne van, igen. Az benne van. Hallod a legvégén, izé a... Kis Sanyi, akkor átmert halad, alig fért el a merítőbe. Ja, lehet. Bárhol lehet, nem? Ja. A valamelyik nap meg mondta az izé a halőr, hogy itt fogtak egy 50 kilós harcsát, azt visszaengedték. 50 kilós harcsát? És visszaengedték. Ez volt a szomorúbb. Szevasz, Junior, szevasz, Zsuzsi, szevasztok! Itt van Toma Kati, most rakott el egyet szágba. Bizony. Ja, és kinyújtotta a nyelvét. Ennyi. Ennyi. Hát, ja. Hello, szevasztok, szevasz. Üdv mindenkinek, megvárjuk a dobást. Akkor megtudjátok, hova horgászik. Milyen messzire. Hajrá, Kati! Ennyi. Na, hát nem közelre. Szevasztok, hali-hali mindenkinek, üdvözlet, meleg van, az tény, viszont most egy kicsit elborult, ami jól esik mindenkinek. Ugye a Bakó Team, kérem szépen. Aha, rövidre. Rövidre pattant be. Hogy állunk, van hal? Szia, picúr. Szia. Aha. Józsi bácsinál itt valami történt. Ott is egy hal, megy a zsákba. Nem rossz hal. Elmondanám ezen az oldalon most a Kismanó, alias Kovai Krisztián mélege. Ott balog Anita, Ravenbe. Megkérdezzük Kriszt, hogy áll a mérlegelést. Szevasz, Krisz! Hogy állunk? Nagyon jó, szuper! Te fogják? Hát rájegy, mint a veszedelem. Ne idegesíts! Nekem szokta úgy. Ez komolyan? Nekem szokta úgy. Egyébként most nézd meg, mit csinálnak. Mi? Nehogy úgy járjál, érted? Ja, hogy... azt csinálom, persze. Hát ne vicce, tőlem jobbaknál le is Levontál valamit. Hát mi? Nem kérdéses, 10-20 kilókat mindenki. Fogják tényleg? Hát, figyelj, csak nagy halakat mértünk. Jó, van, oké. Okay. Leginkább csak nagy halakat mértünk. 1480. Mennyi? 8480. Az nem rossz. Ja. És hogy élvezed a mélegelést? Fantasztikus. Egyszerűen ugye, kikapcsol, teljesen felüdít, és egyszerűen nem is akarok már más csinálni. Horgászni se fogsz? Nem, az se, és fölmondok a munkahelyemen is. Oké. Okay. Meg van beszélve. Elhagyom a családomat is, hogy videóesélyt tudjak lenni. Az a legjobb, igen. Na. Jó, van, itt leszel. Ali. Jó. Majd azért megkérdezzük a párodat is erről. Na, tessék, Anita most dobta be, már rágja neki. Hiába a Ray-ben hatalma. Thank you.
Ez már kérem szépen, ha minden igaz, a 9-es hely. Itt azért már illik, ami van. Hoppá, lábbal megtámogatva. Király, gratula! Ádám bejut a 10-esre. Úgy érzi, hogy majd itt a Ricsivel felveszi a versenyt, meg a Dáviddal. Helyzet, Ádám? Aha! Jönnek szépen, na ezt szeretjük hallani. Akkor van. Akkor van. Öcsém. Csak jelzem, nem azért van fél pucéron, hogy a csajok behugyozzanak, van felesége, gyereke, tehát az... Mi a helyzet? Van hal? Jó, az a lényeg. Azt mondja Pető, hogy... Jó, az a lényeg. Azt mondja Pető, hogy meglátjuk ezt, hogy sikerül megoldani. Bizony. Van hal, Ricsi? Hát, 40 kiló körül van nálam. Bocsánat, én kérek elnézést. 40 kiló körül. Ha, gyerekek. Helyzet? Jó. Jó. Na, ezt szeretjük hallani. Ezt szeretjük hallani, hogy jó, meg nagyon jó. Van itt egy új hölgyversenyzőnk. Mi a helyzet? Nálam csak alatt. Nincs hal? De van. Ha, van hal. Na azért. Jó van. Oké. Okay. Helyes. Arra mi úgyse? Van hal. Van hal. Mindenhol fogják. Szerencsé. Igen. Van szerencsére mindenhol. Na jó van, kitartás. És akkor Petőjékhez eljutottunk. Most lehet akkor üzenni nekik. Jönnek az üzenetek, kérem szépen. Az első üzenet így hangzott a Pető családnak. 12-ig bírják ki. 10:30 van. Vajon ki írta? Találós kérdés. Vajon ki írta? És csak a Gabi az hozzá. Nehova ne. Valami. Ráfutunk. Hát hiába. Gábor az nem mással gurigázik, csak a benzára. Oda vigyázz. Ilyen csúnya görbe botot hol lehet venni? Tetsz a pláza. Tetsz a pláza? Jó, hogy csak a reklám helye is meglegyen. De ezt már így adják alapból, nem? Tehát benne van a kapás, minden. Igen, igen. Azaz, kis konkursz. Kis konkursz a... Az igen, nem rossz hal, gratula. Barna az telefonon felhívja a halakat, mielőtt megmeri. Ennyi. Hát jelzi, jelzi a halaknak, hogy itt van. Felhívja őket, beszélget velük. Ennyi. Jaj, ne magyarázz! Ne magyarázz! A végén kell majd 100 kilót mélyen ismerlek. Banic Robi etett. Van már hal, ugye? Jó. Van hal a hegyekbe. Mennyiért barátunk. Fiatal versenyző. Ifi mixes. Bepattintotta vagy 40-re. Mi a helyzet? Zsákos hal. Még nem adta. Oké, okay. Itt egy kanyart nyomunk,
fater a túloldalon, őt már azért láttam merni halat. Van hal? Van, van. Azt szeretjük, hoppá! Tőke Feri bácsi most rakja el. Gyerekek, rengeteg a hal. Kimegyek a végéig, már a legvégén ül a kis Sanyi. Kíváncsi vagyok, hogy mit fogott, mert ott volt valami szép dög. Mi a helyzet? Van hal? Van már hal. Az jó, azt szeretjük. Balog István, aki rengeteget segít nekünk a bátortáboros rendezvényben. Mi a helyzet, István? Hát van pár darab, de körülbelül ugyanannyi is van. Jajaj. Távot váltottam. Aha, csak óvatosan. Oké. Okay. Ó, ugrik a hal. Na, kezdj, csókolom. Van éje hal? Van. Láttam, mert túloldalra lefotóztalak. Bizony. Rövidről. Rövidről is. Jó van. Lesz itt még. Aha. Az Atomix-es. Az Atomix-es csak úgy húzza. Mérleges. Ha most ment el arra előre. Érted. Nem baj, majd jönni fog. Rengeteg halat fogtok, úgyhogy nem kell kapkodni, meg nem kell idegeskedni. Jönni fognak. Pakoljátok, pakoljátok, szedjétek, szedjétek, rakjátok el, és akkor majd lemérik. Azt oda figyelj. Úgy látom, Dani ma a zsákosokra hajtott. Kitalálta itt magának rengeteg kukoricát. Merítő! Hol a merítő? Jó Isten! Hol a merítő? Másik merítő! Ó, Istenem! Hol ide, tedd oda! Jaj! Megvan! Megy a botod, megy a botod! Szegény gyerek, szaladgál itt jobbra-balra. Az a dolga, nem? Szép volt. Megvan. És nem tört el semmi. Ez a poén. Helyzet van máha? Na, az a lényeg. Angyal Tibiék. Akik végigverték már a világot. Mi a helyzet? Tibor úr, van hal? Akkor lesz az itt is. Na, már itt valamit húzok magamba. Már nem. Mi történik? Mit csinálta? Ja, nem, próbáltuk lefényképezni, de... Azt a mindenit. Azt mondja, nagyon fáj a keze. Figyeld, már itt ugrál a hal előtte. Mi a helyzet? Te fárasztottad ki is, meg minden? Hát senki. Azt a mindenit. Most aztán egy semmit nem segített, csak hát mondtam folyamat, hogy mit kell csinálni. Hát de téged jobban ver a víz, úgy nézem. Hát én már ki vagyok teljesen. Én már mentem 40 kilométert egy helyben. De élvezem. Ez a lényeg. Örülök neki. Jó van. De nem, most ezt figyeljük. Örülök, Boldi. Jó? Húzzátok csak. Fatért azt lefotóztam túloldalról, miközben merte meg a nagy halat. Az mekkora volt? 8 és vele. Azt a mindené. Rád fogott, és még rád is fog. Milyen helyzet, Sanyi? Van ilyen. Ugye mondom meg. 35, 45, ilyen 40 kiló. Az igen. Hop. Jó Isten, hát mi van itt? 45 kiló hal végén. Pedig itt ember nem tud halat fogni. Akkor mi állatok fogni? Gyerek, rám fogok. Hát ennyi, igaza van.
Oda vigyázz, kis Sanyi beleakadt a dögbe. Vigyázz, légy szíves, mert onnan rövidre elviheti a motor, jó? Ja. Alig vért bele ebbe a merítőbe, hallod? Láttam. Nem tudtam kimenni a nagy merítő. Láttam. Láttam? Túl oldal, mondom, lefotóztalak. Láttam, ott voltam pont a csanádéknál. Ők hogyan? Azt mondja, hajrá, add át neki, léci. Zsolti, hajrá! Kovács! Sanyi! Vannak itt rajongók, kérem. Kovács Attila, üdvözöl! Ha megint nem dolgozik, tudod? Hát az soha. Strandon van. Megint nem dolgozik. Nézd itt a videót. Olyan nagy halál. Hát vadok. Vadok. Aha, szedi ki a botot a kezéből. Gólcériás dömebot. Gyönyörűen hajlik. Azt a strandon vagyok, vízi mentő. Nem kell senkit kimenteni. Tak, hiába. Hát én nem tudom, Matis helyetbe lennék vízi mentő strandon. Én 5 percenként mentegetném az embereket. Főleg az embereket. 5 percenként. Lenne egy székem, hogy te el szeretnék ajándékozni, fel tudnánk venni a kapcsolatot. Írjál rám! Írjál rám nyugodtan, jön a bátortáboros rendezvényünk. Aztán bármit. Inkább petráznak. Ó, Attikám, cseréljünk. Gyere ide, megyek én oda. Ennyi. És meg lett, kérem szépen. Osztó! Adrádó Twister, nesze neked! Na hajrá, hajrá! Átmegyünk a túloldalra, megnézzük, hogy a túloldalon mi újság. Hát ilyen autóval jár a Dunai Zsolti. Mondom, 5 percenként mentegetném a népet. Az se baj, a csajok. Na! Átmegyünk a túloldalra, ott is ülnek, 30-an, ott is fogják a halat. Hiába ez a palotavárosi víz, ez kegyetlen jó, nagyon jó. Ugye, ugye. Na, jövő héten, gyerekek, bátortáboros rendezvényünk lesz vasárnap. Szombaton megyünk egyet macankára, nagyhalakra. Ja, jön itt egy amúrvadász velem szembe, hozza itt az ötleteket, tippeket, a tudást átadni az embereknek. Helyzet, fogják az amúrokat? Fogják, mi? Kemény. Na szóval, megyünk macankára, nagyhalasra, mi választunk térfelet, úgyhogy bízom benne, hogy ahányan ott leszünk, mindenki fog majd legalább egy szép dögöt. Én is beülök, én is megpróbálok. Hát ha lesz egy kis szerencsém, ha nem is sok, mert hogy megjelentek az új serlegeink, és szeretnék én is abból valamit, most már magamnak, mert még nincs. Másik kettőből, ami volt eddig, ezek az akril díjak, azokból már most nem csináltunk többet, sikerült végül beszereznem nekem is. Egyet-egyet belőle, most viszont jöttek az újak, a fémdíjak. Rohadt jók, nagyon jók. Na, mindegy. Jó, látom, Lajos fáraszt. Á, nem. Nem, tévedés volt. Jó, megnőtt a Nádi, nem, már nem látni semmit. Csanádiék ültek ki a szélére, és itt panaszkodtak, hogy jönnek a zsákos amúrok. Kegyetlenül. Mindjárt megnézzük. Ha van itt mit menni, hadd ne mondjam. Az órám is azt mutatja, hogy zabál a hal. Figyeld, ilyen órám van. És ott mutatja, hogy zabál a hal. Nem tudom, látjátok-e. Zabál a hal.
úgyhogy leszünk is itt, hárman fogunk ezt viszmélegelni. Csanádi Lajos a legszélén. Nem panaszkodott ezért a helyért, azt kell, hogy mondjam. Volt már méleg? Szuper! Jönnek az amúrok? 3-4, jó, van akkor. Az nem baj. Azt mondja Kovatila, üdvözlöm őket. Ennyi. Strandol a fiú. Strandol a fiú, jó, megy neki. Ennyi. Úgyhogy családi páros verseny. Figyeld, összeöltöztek, milyen jó sapiuk van, mi? Foci drukkerek is. Milyen helyzet, srácok? Nem valami fényes? Ó, mi? Azt mondja, nem valami fényes, ezt már fáraszt. Kemény. Na jó, én ebben nem tudok beleszólni. Pál János és Korondi Kati. Helyzet? Akadt már valami horogra? Jajaj. Katika, remélem te vezetsz. Jó, van, ne hagyd magad. Ne hagyd magad, nem így szoktad. Na, Ibi és Lajos, itt nincs mit kérdezősködni, mert ha fogadás történik, akkor Ibire kell tenni. Az ő otca azért jobb. Mi a helyzet? Mennyi halad van? 7. Úristen. Lajosnál gondolom 3. Nincs 3 se? Miért idegeskedik? Elmennek a halak. Ja, nem jó a horog, amit kötött, de mindjárt neki jövünk szerelni. Na, hadrap hal. Mennyi már. De jó, izé. Kicsik, kicsik. 7-8 kicsik. Szeretnéd. Szeretnéd te azt. Aha. Bizony. Na jó, van, hajrá. Ugye a pároknak itt az volt a lényeg, akarnak összeülnek, akarnak nem. Volt, aki kihasználta és összeült, volt, ahol nem használták ki és nem ültek össze. Úgyhogy így vannak, egy-egy lyukas hely azért itt ott marad. Helyzet van, ha? Aha, van, ha. Jó van. Jön a mérleges is, ahogy nézel. Mar Dávidék. Szitu? Akad, nem? Akad, nem? Ó, az igen. Laki úr, a Top Mix Team oszlopos tagja, most jött az Alcsiról. Mi a helyzet? Mi a következő menet versenybe? OB. Metód középdöntő. Azt a mindenét. De te mész le a Desedára is, nem? Na. Ennyi. Flóra? Jön hal? Van hal? Van pár ponty. Helyes. Megyek, intézkedek. 7895. Hallottad ezt, Pöti? Nem te, Pöti, másik Pöti. Megyünk, megnézzük, hogy az úriember mire készül. Na, horgászunk, igen, horgászversenyen vagyunk. 60 fővel Palotavároson, a palotavárosi felsőtavon, van, ahol rengeteg a hal, nagyon-nagyon sok. És ebből a rengeteg nagyon-nagyon sok halból kell valahogy operálgatni, hogy a végén dobogóra tudjanak állni a srácok. Egyelőre az a tapasztalat, hogy nagyon-nagyon sok hal van. Én meg törött kézzel ülök. Hát, jobbulás neked, uram. Aztán helyre jössz majd, és tudsz jönni orgászni. Rakós kollega. Nem zavarsz, persze, hogy zavarnál már, szervusz. Figyelj, következő versenyünknél, azt hiszem, vagy június, nem, augusztusban talán, csinálok egy szektornyi úszóst. Jó. Ott hátul, hogyha érdekel. Okay. Majd figyelem, nézd meg az oldalon. Okay. No. Mikor lesz telepítés? Hova? Hova, apám? Ide? Ki?
Vizet kéne beleönteni. Nem halat, vizet. Lassan több a hal, mint a víz benne. Ha, vicc. Mindegy. Szóval lesz nekünk itt egy olyan versenyünk is, ami egy úszós verseny is, de csak 10 főre, nem többre, 10 főre nyitunk egy szektort. Egyelőre azt hiszem 4-en vannak, vagy 5-en ebben a játékban, úgyhogy ha valaki úszós versenyre szeretne ide jönni Palotavárosra hozzánk, mert ugye mi ritkán csinálunk úszós versenyt, egy szektornyi lesz belőle. Lelkes Geri beúszta a tó legjobb helyét. A legjobb helyét. Szerintem a nagyfater azért veri, de mindegy. Hogy állunk, Geri? Van hal? Nagyon jó. Assza. Helyzet? Jó a peca, nem? Az a lényeg. Jó van, van hal. Mészáros urék rövideznek, láb alá dolgoznak, és szedik a halat. Mi a helyzet? Na. Az igen. Na, oda vigyázni. Tessék. Így, gyerekek, hát itt dögök vannak, na. Szuper, hajrá. Akkor szedegessétek. Bozsikék. Zalán meg a fater. Van hal? Van. Majd neked beesik a nagy, én tudom. Van Gábor is, tessék. Hát ilyen kis pátkai forma. Csendes úr? Elcsendesedtek. De azért gondolom pázsákost már azért lekötöttél, nem? Nem. Az szomorú. Az szomorú. Agyonra lett etetve, jön itt az információ. És csak ezt a nagy távolságot, amit horgázik, figyelj. Bár most pont bedob. Azt a mindenit. Jó. Megkérdezzük a papát. Helyzet? Már is várom. Van hal? Na, helyes, jó. Nem baj, hát jön az még. Aha, nem baj. Nincs nagyon meleg? Nincs nagyon meleg? Ki lehet bírni az első anya? A szél az jót tesz, igen. Ennyi. Nem baj, jönni fog az? Hajrá, hajrá! Kovács, ez a lényeg. Kovács Istvánék. Régen láttam őket, de nagyon örülök nekik. Palotavárosnak családi versenyen. Hogy állunk? Megkérdezzük az állást, mert a legutolsó információ 6-1 volt. Mama javára. Építettem 6-4. Jössz felfele, hallod? Jó, tessék belehúzni. Kettő elment. Jó van. Mi már jók vagyunk. Jó lesz ez. Jó vagyunk lehet. Étkedünk. Van itt egy bajnok csapatunk. Ugye a Kárász Gyuriék. Ők már egyszer megnyerték ezt a páros családi versenyt. Igaz, akkor a 11-esen ültek. Most nem a 11-es, de majdnem szembe vele. Hogy állunk? Hát nem jó. Az mit jelent? 40 kiló. Hát nem rossz az te. Hát lehet ne jobb is. Nem olyan rossz az. Hát de a dögök még majd ezután jönnek, nem? Nem így. Na, azért mondom. Jó. A Brevák család. Helyzet? Jövöget. Jövöget. Na. Gyerekek, itt még senki nem mondta azt, hogy nem jövöget. Mindenki azt mondja, hogy jövöget. Érted.
Múltkor azt mondták, hogy nyalogatja, most meg jöveget. Ádi? Akad? Akad? Kárász? Hát nem, baj, fogjál belőle 200 darabot, az azért dob az is egy, mit tudom, 20 kilót. Jó, van, viccelek. Pörög a peca, az a lényeg. Na, megkérdezzük Józsit, mert Józsinál tudom, egy hal van, és a végére lefial. A végére lefial egy 80 kilót, azt tudom, így szokott lenni. Mi a helyzet, Józsi? Hát egy. Akkor jön a másodikra. Láttam, hogy birizgálja. Annyi hal van ott, hogy folyamatosan beleúsznak a zsinórodba. Ó-ho-ho. Na, lesz-e vajon ebből kapás? Spic érintőre rakva. Szöszös a víz. Valamelyik nap fogtak egy 50 kilós harcsát is ebben a tóban, aztán visszaengedték. Hadd éljen. Igazuk. Majd pusztítja a halálomány szépen. Persze, de nem baj, ha sok van benne. Az előbb megkérdezték tőlem, hogy mikor lesz telepítés. Mire? Mondom, vizet kéne telepíteni, vele nem halad. Ki kell szedni? Hát igen. Igen. Hát úgy látom, ez nem akar itt most pörögni. Helyzet? Jó lász, nem? De én nem tudom, mert direkt nem nézem a többieket. Mm. Láttam a fotódat az unokákkal. Van egy pár kész egyet? Nem, de ahogy elnézem, halad lassan összeáll egy egész horgászliga. Most majd tavat kell majd kivérelnem. Ennyi. Ürteni tudjuk. Jó van, így kell, így a helyes. Jó van. Na, srácok, van hal dögivel. Az a lényeg, jó a buli, mindenki jól érzi magát. Na, azt mondja, mindjárt elhúzza. Várjál, megnézzük. Vissza. Szóval van hal dögivel, Palotavároson vagyunk. Nagyon jó a hangulat, nagyon jó az idő. Jövő héten egy maconka gát, illetve bátortáboros adománygyűjtő rendezvény. A tombolák már itt vannak az autóban, rengeteg felajánlásunk érkezett, nagyon jó buli lesz, játékokkal fogunk készülni nektek, meg egy jó pecával, egy jó ebéddel és jó hangulattal. Lesz tévé, jön a pecatúra, úgyhogy lesz tévénk is, és reméljük, hogy néhány sztárvendéget, nem csak a Minkovics Józsit, de néhány sztárvendéget is vendégül tudunk majd látni. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon jó buli lesz, gyertek el, érezzétek jól magatokat, és nyerjetek a tombolán, és közben ajándékozzunk egy csomó pénzt a bátortábornak. No, elköszönök tőletek, mert úgy nézem, be kell szállni a mélegelésbe, kicsit el vannak havazva a fiúk, sok a hal, úgyhogy mennem kell. A élőadást föltöltjük majd a YouTube csatornára, ahol szintén vissza tudjátok nézni, és találkozunk jövő héten, ahol lesz egész héten, illetve egész hétvégén live adás a bátortáboros rendezvényről mindenképpen. Szegedi Tibi lesz nekünk az egyik műsorvezetőnk, úgymond, úgyhogy pörögni fog a kis nyelve, mint a kis angyal, remélem. De hát biztosak lehetünk benne. Ugye mesterfodrászunk. Úgyhogy szevasztok, srácok, köszi, hogy itt voltatok. Találkozunk jövő héten. Hali, hali.